Tisza-Rofon már a középkorban is volt folyami átkelőhely, az úgynevezett köteles komp évszázadok óta kisebb megszakításokkal folyamatosan jár Tisza-Rof és Tisza-Sűj között. Az átkelő hajó az önkormányzat tulajdonában van, de vállalkozó üzemelteti. Novembertől áprilisig jellemzően nem jár, most azonban több hetes kényszerszünet miatt állt le. Most az asszályos időszakokban nagyon gyakran előfordul nyaranta, hogy le kell időszakosan állni, mert annyira alacsony a vízállás. Tavaly volt egy rendkívül csapadékos nyarunk, hál' Istennek nem kellett leállni, de a tavaly előtti az szintén nagyon asszályos volt, és akkor is ugyanígy a nyári időszakban a kompnak kicsit szüneteltetnie kellett a közlekedést, ami olyan szempontból nem jó, hogy Szolnok például fele úton közelíthető meg kilométer tekintetében a kompon keresztül, mint a négyesen menve. Vagy például közlekedés szempontjából sem, mert sokkal gyérebb a forgalom, és egyszerűbb közlekedni, mint az M4-esen, vagy a sima 4-esen. Az alacsony vízhozam miatt szárazra kerül a homokpad, amin fennakadna az átkelő hajó. Több 10 milliós megoldás jelentene évente, ha a partot munkagépekkel kimélyítenék, ám ehhez a vízügyi igazgatóság hozzájárulása is kellene. Mivel Tisza-Rofnál két kanyarulata is van a Tiszának, a hordalék utánpótlás itt folyamatos, vagyis a folyó állandóan itt rakná le a hordalékát.